Szeretettel köszöntöm a Pázmány Sport nézőit, Radakovics Mihály vagyok, ez pedig a Skúló című adásunk e heti epizódja. Társműsorvezető ezúttal Gácsi Zalán lesz majd. Sziasztok! Kialakultak tehát a labdarúgó nemzetközi kupákban az elődöntők párosításai. A Bajnokok Ligájában ugye egy olyan páros lesz, amely megismétlődik, hiszen tavaly ugye éppen az elődöntőben csapott össze a két fél, és egy városi rangadó is összejött egészen hihetetlen módon. Az Európa Ligában kiesett egy nagy favorit, de hát ott is mondhatni, versenyben van még két olasz csapat, de ők nem egymás ellen fognak játszani. És az Európa Konferencia Ligában pedig hatalmas izgalmak után talpon maradt egyetlen magyar játékosként Kerkez Milos és csapata is. Hát ők majd angol ellenfél kapnak majd az elődöntőben. Még ugye a másik ágon igazi meglepetés, hogy egy svájci csapat bejutott a nyolcba, és hát egy, hát mondhatni, egyik legnagyobb esélyes olasz ellen csap majd össze. De hát nevesítsük is akkor a párosításokat. Először a Bajnokok Ligájában, ahol ugye megrendezték a negyed döntők visszavágóit a héten. És hát a felső ággal kezdeném, ahol ugye Manchester City 3-0-es előnyel utazott Münchenbe, az Allianz Arénába, a Bayern elleni találkozóra, és hát Erling Haalandék pedig elérték azt, ami nekik tökéletes volt, 1-1-es döntetlent játszottak egy összesítésben, 4-1-el ejtették ki a bajorokat. Hát ugye meg lehetett volna az elején egy nagy lehetőség a Bayern Münchennek, hiszen Leroy Sané indult ez Zicserbe, mindegy bő negyed óra elteltével, csak hát mellé rúgta azt, és akkor még korrégól akár jelenthetett volna némi vigaszt Thomas Tuchel együttesének, de hát ez nem ment be, még a túloldalon egy Erling Haaland Zicser, igen. Én úgy éreztem, hogy ez azért már inkább az első mérkőzésen eldőlt. Természetesen persze, ugye azért München nyilván nem az a terep, ahol csak úgy el lehet játszani mindent. De azért az egyértelmű volt, hogy hát próbálkozott ugye a München, ugye elmohangzott az is, hogy korai gólba reménykednek, mert ugye az megtörténik, akkor azért gyorsan ki lehet-e billenteni a komfortzónából az ellenfelet, ez nem történt meg, sőt, hát ugye a City közelebb járt a gólszerzéshez. Ugye volt egy 11-es is az első fél időben City részről, amit aztán Haaland kilőtt a világűrbe. Bár talán kén labdáját nem érte el, de lényegtelen. Mondjuk ezzel kapcsolatban nekem lenne egy izé megjegyzésem, hogy ugye most hoztak egy szabályt, még ugye Emiliano Martinez az argentinokat, aki ugye hát mindenféle eszközzel babonázta, hát hipnotizálta a játékosokat, hát így kidobálta a labdát, mogyogott, meg mindent kitalált, hogy megzavarja a lövő játékost. Most mert nem csinált semmit Haalanddal, viszont a csapatársai ezt megtették helyette, és hát konkrétan ott eléggé sokat szörszmötöltek, hogy a Goreckány berohant egy fücsont megigazítani, ami biztos roppant fontos lehetett, aztán végül meg is lett az eredmény. Nehéz azért így most ezt eldönteni, hogy az a baj, hogy ez szerintem olyan dolgok, amikre tényleg nehéz szabályt hozni, hogy most tehát lehetne az, hogy ennyire a 11-es 30 másodpercen belül el kell végezni, miután a játékvezető ugye megítéli azt, tehát lehetnek egy ilyen szabály is, persze ezt nem lehet kivitelezni csak úgy, de az, hogy tényleg így mindenki besétál mindenfelre, tényleg valamit lehetne hozni, persze. Más kérdés, hogy ilyet mennyire lehet egyáltalán betartatni. Itt az a fő probléma szerintem, hogy ugye ezek által én íratlan szabályok voltak, hogy ha valaki mindenütt rúg, akkor nem szólsz hozzá, és békén hagyott, hanem várod azt, hogy mit csinál. Ugye azért, hogyha fejlődik így úgymond a világ, úgy azért ezek a normák kezelik így úgymond, hát hogy is mondom, eredésbe merülni, és ilyen szürke zónákban egyre inkább behatol mindenki, lehet látni, hogy a lehetőség, akkor azt meg kell használni, akár etikus volt ez korábban, akár nem. Én most ebből ezt látom, ilyen szempontból ezt így használják befolyásolásra, hogy az más kérdés, hogy 11-est azt mire adták, hiszen ott Upamecano, hát ki más, mint szegény Upamecano már megint. Ő érti enyhén kézzel a labdához. Megint ugye igen, ez mondjuk egy olyan helyzet volt, hogy a Upamecano teljesen korrekten tartotta sokáig ugye a karrait szépen a hát mögött, de hát, hogy aztán ott miért kellett ezt kitenni, mert így, hogy ezt kitette, az nem volt természetes testtartás. Tehát itt tényleg egyrészt egy ígéretes lövés blokkolt, egy ígéretes lövés blokkolása már eleve arra azt nagyon szigorúan figyelik, amúgy teszem hozzá, főleg így videóbíró által, hogy
hogy akár vétlen, akár nem, de tényleg ezt mondom, Gündogan az kapura lőtte. És szerintem, persze, oké, most Sommer védte a lövést, de ki tudja, mi lett volna, hogyha nem ér hozzá Upamecano a kezével. És hát a Upamecano aztán pedig hát a Citynek a góljánál is negatív hős volt. De ugye megúszott egy piros lapot, ezt sem felejtsük el, hiszen hogyha holad nincsen lesen a krutós emberként, instant kiküldtem volna a Clement Turpin játékvezető, aki Upamecano honfitársa ráadásul. Ugye mind a ketten franciák. Hát, igen, és a francia videó megint így a találkozó negatív hőse volt, de nem őt, hogy mondjam, találta meg leginkább Müncheni része, hanem ugye pont, hogy Turpin. Mondjuk úgy, hogy néha kicsit így érdekesen meg egy-kettő szituáció, most a 11-es meg a piros lap azon ugye mind a kettő szabályos lett volna, ugye, ha nem lesz, meg ugye a 11-es, hát nyilván ugye kézzel hozzáért, ezt már ugye kibeszéltük. Viszont itt ugye volt azért nem kevés olyan falt, amit hát így eléggé érdekesen értelmeztek, vagy valamit így. Mezőnyben legalábbis. Igen. Azért ezt lehet látni, hogy nem volt kevés sárga a mérkőzés, hogy az első fél időben volt összesen 5. A másodikban is a játékosok összeszedett, ezt számolom, még ugyanennyit. Kirekmált magának 2 sárgát, ami miatt fölküldték a lelátót. Emelkedett a Thomas Tuchelnek is, hamarabb véget ért a mérkőzés a kispadon. Igen. Ugye emiatt voltak mérgesek Münchenben. Ugye már Tuchel szóba került, hát neki nem csak amiatt feltett a fel, hogy kiállították. Egyrészt az, amiről már beszéltünk, hogy valami borzalmasan nehéz helyzetbe kapta meg ezt az állást, és itt mindjárt klubvezetésben nem hiszem, hogy ezt rendesen átgondolták, hogy bizonyos esetekben nem lehet azt gondolni, hogy az adott szezont így meg kell várni, még ott legyen bármiféle eredmény, hogy aztán esetleg ne visszalépjenek egy picikét, mert most lehet, hogy ez jobb megoldás, hát mondjuk a Nagelsmannnál hagyják ezt a szezont, és akkor az év végén megköszönjük a munkáját, és akkor jön utána Tuchel. Amire ezt nem akarták, ugye az a most már viccesen hangzó indok, hogy triplázás veszélyben érezték, hát ilyen probléma már nincs, hogy triplázással semmi esély nem maradt ezzel. Maximum bajnokságot nyerek, mondhatni, én szintén. Mondhatni tényleg egy vagy két hét alatt szállt el minden esély a triplázásra. Hát ahogyan mondtuk előszörzésben is, tripla vagy. Egyelőre az semmi úgy néz ki, úgyhogy ki fog pörögni. Ha a bajnokságot megnyeri a Bayern München, akkor a szezonzárót nyugodtan tartatják, akár a szimplakerben, hiszen egy trófeát nyernek meg, vagy csak szimplázás lesz belőle. És hát már Thomas Tuchel ugye az első 6 mérkőzéséből a Bayern kispadján csupán 2 nyer meg, ezt pedig teszem hozzá egy 32 éve nem látott negatív rajt, ami az edzőket illeti. 91-ben Sören Lerby kezdett ilyen mondatni gyengén a Münchenek kispadján. És... De Thomas Tuchel csupán csak a második olyan vezetőedző Bayern München kispadján, aki ugye 2 nyeretlen nemzetközi mérkőzéssel kezdett, ez korábban ott már Hitzfeld tette meg még 98-99-es szezonban, szóval hát szinte szakállas negatív rekordok dőlnek most meg. Persze körülmények nyilván mások voltak, tehát a többi edzőnek azért nem a 4-es szezon legkritikusabb, legéles szakaszába kellett volna beugrani, amit most Tuchelnek kellett. Így április elején, közepén, március végén. Ami ugye hát a BL szempontjából messze a legkritikusabb szakasz. És hát igen, tehát most ezen a szezon ez így ment a kukába, mármint a BL-t életi, bármennyire is jól nézett ki, ugye vicces belen gondolni, hogy Nagelsmann ugye 8 meccs alatt kapott a Bayern, talán 2 gólt a Victoria Plzenttől, ami nem osztott meg, szorzott az égvilágos semmi. Igen, 2 összesen. Igen. És mindegy 7 kapott gól nélküli mérkőzés. És hát hibátlan mérleg. Most meg a Tuchel kapott ugye 2 meccsen 4-et, meglőtt 1-et, 1 büntetőt. Hát... És nagyon csúnyán hoppó maradtak, és hát ha már büntet, hogy Erling Haaland ugye... Hát 2 év után hibázott újra a 11-es, 16 kísérletet követően, akkor még Dortmund játékosként az Union Berlin ellen rontotta el. De hát azért, most oké, mindenki hibázik, de hát is 8 meccs, 12 gól ebben a BL szezonban, 27 meccsen pedig 35 találat, ami a pályafutását illeti az Elitligában. Hát nem kizárt, hogy
hogy a Citynek tényleg egy befejező csatár hiányzott, egy magabiztos befejező csatár ahhoz, hogy akár feléren Európa trónjára. Talán nem is igazából az, hogy befejező csatár, ugye egyrészt néhány korábban a Gündogan játszott itt, meg úgy vagy Raheem Sterling, hát láttuk milyen eredményekkel. Nem akarom Sterlinget bántani, de mindjárt lesz róla is szó a hamarosan következő mérkőzésem. Hát ugye Haaland az, ami egészen elképesztő, ugye lehetett erről hallani, hogy ez mennyire lesz leváló módszer, mert a Haaland alapvetően góllövésen kívül nem csinál sok mindent most. Ezen a két bár meccsen viszont azt lehetett látni, hogy viszont nagyon sok mindent csinál, tehát letámadásnál egyébként dolgozik becsülete szintén, el tud úgy mozogni egyébként, hogy adott esetben elvonja magáról, elvonja másokról a figyelmet, ami szintén nagyon hasznos tud lenni. Egyébként a másik, aki még ilyen szempontból nagyon kiemelkedő volt ebben a párhuzamban, az Bernardo Silva, aki amúgy tényleg elképesztő munkát végzett. Az első meccsen a meccs legjobbjának is választották, most, hát nem ma, bocsánat, hanem Erdán sem dolgozott sokkal kevesebbet ennél, tehát egyszerűen München részéről kettő embert ki tudtak ráállítani, és néha az sem volt elég. Igen, szóval könnyen lehet ez a Manchester City talán most tényleg eljutott arra a szintre, hogy eljuthat esetleg tényleg a BL csúcsára. Nagyon régóta kergetik ezt, hiszen jó kérdés most, hogy most már Haalanddal akkor tényleg mikor fog összejönni. Persze még ott ez az útban egy olyan Real Madrid, amiről tudjuk, hogy igazából akármit játszanak, szinte mindig nyernek. És ugye erre a BL-ről van példa, szó. Amikor, igen, tehát hogy a City, amikor az első meccsen valamilyen 7-2-re is nyerhetett volna, aztán csak idézőjelben 4-3 lett belőle, és végül a visszavágunk pedig egy elképesztő fordítással. Hát, ez az, ami mondjuk a mostani Bayernben nem volt benne, ugye az, hogy itt akár két gyors gólt szerezzenek, mert hogy most kicsit átkanyarodnék a Bayernre, hogy egyszerűen nagyon nem láttam bennük azt, hogy lenne átütő erő, tehát ez... Hát oké, elmegy a támadás, ameddig elmegy, de hát a befejezések, mert a kapu előtti játék, hát az most hát, teljesen csődött vallott. Igen, tehát itt azért többen is ruhálkoztak ezzel, hogy Musiala, Mané, Sané, vagy hát Sané ugye szokás, hát nem szokás szerint, de azért is ilyen nagy helyzet kihagyók közé tartozik általában, és hát itt jön ki az, hogy hiányzik ebből a Bayernből vajon. Robert Lewandowski. Tökéletes válasz. Tehát itt azért Lewandowski kapcsán gondolhatták sokan, még ugye a csapat körülben, amikor ugye Lewandowski a Barcelona egész fősült ugye a Müncheneknél. Hogy hát lehet, hogy van Lewandowski túl is élet, hát kiderült, hogy ez egy összetettebb probléma is. Viszont tényleg egy befejező csatár hiánya az nagyon, meg egy minőségi befejező csatár hiánya az mennyire befolyásolja így a mérkőzéseket. És nem csak a Bayernnél, és akkor ne kerül tovább a forró kását, hanem mondjuk a Chelsea-nél is. Szint úgy, de mielőtt még oda kanyarodnénk, az Erling Haalandról még egy statisztika, hogy ugye 2020 májusában lépett pályára először a Bayern München ellen, és azóta 6 gól szerzett a bajorok ellen. És hát teszem hozzá, azóta ő a legeredményesebb, úgy mondhatni, a müncheni alakulat ellen, ő vette be a legtöbbször a kapujukat. És hát a Manchester City ugye csinorban harmadszor jutott be az elődöntőbe a Bajnokok Ligájában, e angol csapatok közül korábban ketten voltak képesek, a Chelsea és a Manchester United 2007-89, így alakult mindkét csapatnak, teszem hozzá akkor, és hát ő egyszer egymás ellen is döntőztek, és hát a Bayern München pedig 2020-as siker óta zsinóban harmadszor esett ki a nyolc között, két év a Párizs, tavaly a Villarreal, most pedig a City volt a végállomás, és hát ugye ne feledjük, hogy azért nekik még a bajnokságot is azért meg kell nyerniük, hiszen csak két ponttal mennek a Dortmund előtt, és hát a már befejező csatárok, ugye ott felvethettük azt, hogy a Bayern legeredményesebb játékos, a 11 gól a Bundesligában jelenleg Jamal Musiala, és hát ő messze nem egy befejező csatár, de szabad egy Choupo-Moting 10-zel követi őt, de hát hol vannak ezek Lewandowski számaitól? Egyébként hozzáteszem, most előtt teszem, amit már akartam mondani, hogy hol látunk milyen problémát, hogy német csapat, nincs klasszikus befejező. Ott én ilyet válogatott ugye Katari világbajnokságon, ahol messze az egész mezőnyben életenek volt a legnagyobb XG-jük, a legtöbb kialakított helyzetük, kaporalövésük, tetalövésük, és ehhez képest idézőjelben csak 5 gólt szedtek össze. Ott is erre húzták rá, mondhatni így a problémát. Hát, hogy nincsen klasszikus befejező, hogy ott Timo Werner pont sérült is volt, de ugye Musiálnak el sokat vállalnia, nem jött be. Gündogan is csak 11-esből tudott gólt lőni, ugye Thomas Müller már régen nem a pozícióban játszik, hogy ő legyen a góllövő center. Hiába próbálták amik ezt is a spanyolok ellen, ott sem igazán vált be most. És talán Niklas Füllkrug tudna ezt még megoldani, most kicsit ezzel nyilván messzire mentünk, de
Ezt azért mondtam, mert ugye abban a német válogatottban ugye az a Hansi Flick volt, aki szintén a Bayernnél is ugye nagyon komoly sikereket ért el rövid idő alatt. És ott ám a kezdőcsapatban megfordult bizony nem egy meccsen, a 6-7 Bayern München játékos. Vagy aki legalábbis korábban Bayern Münchenes volt, mondjuk Flick idejében. És megdöbbentően sok a hasonlóság. Tehát megvan a mezőnyfény, megvan néha a dominancia, csak a befejezés az egyszerűen nem akar. Hát ez abszolút igaz, hogy tényleg nagy befejező gondok lehetnek, de hát nyáron itt az átigazolási szezon, akkor meg lehet oldani ezt. És hát kanyarodjunk át a másik párosra, amit kedden rendeztek meg. Ugye a Chelsea fogadta a Real Madridot 2-0-ás hátrányból, és hát hiába próbált támadni sokáig a londoni alakulat. A találkozó 58. percében Rodrigo megszerezte a vezetést a Real Madridnak, aztán a 80. percben pedig duplázott a brazil támadó, így hát 0-2 a vége összesítésben 0-4. És hát itt is hiába van az, hogy a Chelsea sok helyzetet alakítottak ki. Hát, ha rosszak a befejezések, akkor így jársz. Én milyen rosszak, te atya úristen, hát... Hát ott azért mindenki megvetette a magáját, ugye egyrészt az is vicces volt, hogy mondta, hogy Kantinak volt hanem a legnagyobb helyzete, aki ugye sok feladata van, sőt, hát rengeteg feladata van, csak éppen a gólő is nem tartozik közéjük, talán egyedül. Meg az, hogy a 10. percben tört el nagyon csúnyán a labdát, közben igen. Itt előttem van a felvétel, hogy hát ott tényleg ott állt 7 méterre, le is vehette volna, erre a kapu se sikerül eltalálni. Beszélnénk akkor Cucurelláról is, aki hát még... 5 és felesnél konkrétan, ott vette a labdát, és úgy tudta eltállni tovább Thibaut Courtois-t, ami hát nem is tudom, tehát ez megint így annyira így a szegénység bizonyító szekciónak, ugye aztán a Mudliknak is volt egy komoly helyzete. Legondolunk itt, hogy Cucurella is Mudlik itt mennyibe került összesen, hogy a Mudlik volt 88 millió euró, Cucurella meg 60, és a kettő együtt, tehát az majdnem 150 millió euró, ami azért, ha nem mondjam el, hogy mekkora összeg. Hát már ezt is elmondtuk a múlt héten, hogy... Csillagászati. Őt, igen, és ugye ezt is elmondtuk a Chelsea-nél, hogy világ minden pénze ott volt, vagy Kaliforniai, meg Todd Bowley, legalábbis biztosan, és mégis, tehát téli átigazolási szezon jött, ott a Chelsea, ami elképesztő mondom, kiköltekezett ott, azért lehetett érezni, hogy ennek vagy tényleg két véglete van, hogy ez vagy nagyon be fog válni, vagy nagyon nem fog beválni. Nem lett nagy meglepetés, nem az előbbi opció valósult meg, és akkor a bajnokságban is ezt lehet látni, ahol egyelőre Frank Lampard, aki egy meccs alatt egyelőre összehozott kemény 0 pontot, BL-ben és Premier League-ben egyaránt, ami az egyik legrosszabb, sőt, talán a legrosszabb Premier League időszakbeli, mert így első 4 meccses periódus, azt hiszem az edzőknél. Már van milyen statisztikát olvastam. Van erre, ilyesmi mégpedig. Ugye most a Chelsea zsinórban 4 mérkőzés bukott el minden sorozatot figyelembe véve. Erre meg még 93. novemberében volt utoljára példa, majdnem 30 éve. És hát ebben a szezonban pedig 18 olyan mérkőzésük volt, amelyek gólt se szereztek amúgy a londoni kékek. Hát a 88-es szezonban volt a negatív rekord 21-el, hát ha így folytatják, ezt simán megdöntik. Mondjuk, ha ilyesmi statisztikát kértél, akkor ezt tudom mondjuk róla mondani. Hát eszem gyönge adat, azért mit nem mondjak. És hát azt hiszem Lampard kapcsán olvasni egy ilyen vicces hozzászólást, hogy igazi úriember, hogy kidobták a süllyedő hajóról, ami a jégkennek ütközött, olyan kedves, hogy visszamászik rá, hogy elsüllyedhessen vele. Körülbelül. Hát én... körülbelül igen, ez így sikerült. Csak kiemelnék, hát most a Real Madridról most lehet, hogy kevés szót ejtettünk eddig, de azért 16-szor jutottak be az elődöntőbe a Bajnokok Ligájában, ami messze a legtöbb az összes csapat közül egyébként. És hát... ezen hozzá 12-től a Bayern München meg a Barcelonának mögöttük amúgy. De hát most egy csapat sem tudott kvalifikálni oda ebben a szezonban. Sőt, a Barcelona meg a Bayern már kis túlzással egy jó ideje, nem? És hát a... hát itt Vinicius tényleg az, hogy elmúlt 21 BL meccsé 21 gólban benne volt, én most egy gólpasztalott egyébként, egy 10 gól, 11 gólpassz összeállításban, ami a BL-t illeti. Karim Benzema 131 bajnokok ligája mérkőzés a Reálban,
ezt teszem hozzá egy a klubörök ranglistának élére, hát megelőzze immáron Raúlt is, 130 és Sergio Ramos 129-en zárta a Madridban, és hát ugye összesen van 150 BL meccs a francián a támadónak, egy örök ranglistán 5., de hát az elődöntők után már feljött a 4. helyre, és megelőzheti Xavit. Szóval tényleg nem akármilyen magasságúba ér Karim Benzema. Vicces, hogy milyen későn ért be mondhatni, tehát így várta az érő is így, hogy mondjam így az esélyt, hogy végre eljusson oda, hogy olasz-olaszon kis túlzása minden persze ennél Real nyilván többet mutat, hiszen mostan ezen a mérkőzésen nem Benzema volt a fókuszban, sokkal inkább ugye a már kettőnített brazil, valamint Alverdét lehetne még szintén dicsérni, aki hát néha valami elképesztő megindulásokat tudott produkálni. A második gólat konkrétan ezért volt a világ egyik legkönnyebb találata a Rodrigo számára, hiszen Valverde addigra minden piszkos munkát elvégzett. És a középpálya. Bizony. Igen, tehát azért biztosított lesz adott az utánpótlás, hogyha mondjuk Modric és Kroos már nem lesz ott, és azért ez a korszak azért bármennyire is írja mi mind a ketten, de már nincs olyan messze. Szóval Valverde ilyen szempontból azért jó utánpótlás lesz, főleg, hogyha még igazak lesznek a gyerek, és még Jude Bellingham is Madridba teszi át a székhelyét, amire ugye most szintén van esély, hiszen Liverpool már hivatalos, és kiszállt az átigazolási versenyből ő érte. Igen, szóval azért lesz itt a Madridban élet, érzésem szerint mind ugye korábbi generáció Modric, Kroos, és akkor már Györökor Benzema után is. Kroos teszem hozzá 150. Európai Kupa mérkőzését játszott a pályafutása során, tehát ő is már elért egy bizonyos kort, igen, akárcsak egy Karim Benzema 150-ből 131 Reálban. Hát igen, és hát ugye Reálban itt teszem hozzá, zsinórban 5. meccsét nyerte meg a BL-ben, ami a kieséses szakaszt illeti, és teszem hozzá mindegyiket angol csapat ellen, és hát a rekord teszem hozzá zsinórban 7 győzelem, ami a Barszának sikerült 2014-16-ig. Bár az elődöntő, bár teszem hozzá, nem lesz könnyű elődöntőjük, az biztos. Igen, mondjuk ez biztos, hogy a 6. angol csapatot ugye, ha előző szezonból is folytatjuk, akkor ugye Chelsea, City, Liverpool, aztán Liverpool, Chelsea, City, így ugye az a 3 csapat így megint Reálútjába próbál megállni. Igen, azért hozzá kell tegyem, hogy azért itt a Manchester City most talán nem olyan felállással ment ki, ami ugye az ilyen abszolút így üzemre törő akció lett volna. Hát ott azért voltak érdekes pillanatok ugye a City is részről is azon a mérkőzésen, tehát azért Tuchel legalább arra mindenképpen sikerrel pályázott, hogy a gyenge pontjait föl tudja fedni ellenfélnek, és azért az Ancelottiék számára még nagyon jól jöhet. Holott esetben, hát én azért remélem, hogy nem lesz ez rosszabb párharc, mint amit tavaly láttunk. Szóval lehet, hogy ez még egy igazi csemege lesz. Szeretjük a csemegéket, ugye? Az hát májusban kiderül majd, hogy mire megy egymással a két csapat a tavalyi elődöntő visszavágóján, és hát kanyarodjunk át az olaszoságra ugyanis. Hát beigazolódott egy olyan tézis, hogy nem túl kedvező az, hogy hogyha egy csapat a BL negyed döntők idején nagy előnyel vezeti a bajnokságát, mégpedig hát a Napoli 1-1-es döntetlen játszott otthon a Milán ellen, csak hát, hogy idegen meg kikaptak, és így 2-1-es összesítéssel búcsúztak a sorozattól. A találkozót hiába kezdte ezúttal is úgymond jobban a Partenopei. Giroud révén büntetőz jutott a Milán, de hát a Giroud elhibázt, ugye mered kivédte. Aztán a 40. percben akcióban már betalált Olivier Giroud, és hát a Napoli 82. percben kapta meg az első nagy lehetőségét, mégpedig szintén 11-es, de hát Kvaratskhelia szinte ugyanolyan rosszul rúgta, mint Giroud, és eddig mennyian fogta. Az a 90. percben pedig Victor Osimhen ugyan fejelde egy találatot, de hát veszett fejszennyele volt már ez. Igen, hát egészen elképesztő, hogy ez meg azt jelentett, hogy Milán 16 év után tért vissza az elődöntőbe. Sőt, ugye mondtam, hogy kieséses szakaszban is elég régen voltam, ugye 13-ban utoljára még a Barcelona elén 8-at döntőben, ahol ugye 2-0 az első meccsen, aztán visszavágom meg, hát kaptak egy lata 4-0-át M0-ban. Hát igen, ugye a Napoli kapcsán nem fért végül az be, hogy az első meccsen ugye ott Osimhen hiányzott, másodikon pedig ugye Kim Min-jae volt az egyik, amit ugye másik játékos is piros lapot kapott ugye Napoli részéről. Pedig azért meg volt mondhatni így a lendület, hiszen amikor ugye frösssel neki estek a
genoi csapatnak a nápolyak, hát azért az valami elképesztő nyomás volt, főleg az első 20 percben. Viszont én nagyon jól fölkészült az ellenfélből ezt az életet mondani Pioli edző kapcsán. És az, hogy végül az a csapat, ami valami elképesztő mennyiségű, több mint 20 volt szerzett már eddig is a BL idei kiírásába, kicsi túlzással Milan Magyar lehúzta a 180 percet, kapott a gól nélkül, az, ami elképesztő védőmunkáról tesz a bizonyosságot, ugye Milan részéről, ugye, hát egyrészt nagyon kellett az, hogy visszatérjen a kapuba, ugye a francia Mányon, aki ugye sokáig sérült volt, és ugye amíg Tatarusánú, az a Tatarusánú, akit ugye mi is ismerünk, hiszen ugye ő volt az, aki Zsuzsák Balázsra megkapta azt a szabadrugásgót Bukarestbe 2014 októberében. Hát ő azért maradjunk annyiba, hogy nem védett ki minden olyan helyzet, amit azért egy kicsit jó kapus meg tudott volna fogni. És most ez azért elég komoly támpontot adott a milánói védelemnek, ugye a 11-es erre csak egy jó példa volt. Hát ami még egyébként szintén kiemelendő, az ugye, ha már Kvaratskhelyát itt szóba hoztad, hogy amikor a figyelmet a grúz játékos kapott, arra hát egy ilyen jelzőt, hogy konkrétan az így cikről kettő ilyenre emlékezett, hogy amikor Diego Maradonát fogták ennyire a 82-es, vagy utána 86-os VB meccsen a belgák ellen, valamint Lionel Messi 16-ba Chile ellen. Most Kvaratskhelyát kapott egy akkora figyelmet, hogy általában ketten, de néha még három is figyeltek rá, és ehhez képest, hogy így is tudott. Fábria ugye, aki szinte teljesen leszett a pályáról a grúz szélsőt. Hát mondjuk egy-két az a pályáról leszedni, az még nem tudom mennyire állja meg a helyét, hiszen még így is amúgy volt talán 10 sikeres csere, ami azért még mindig nem mutat rosszul egy ilyen negyedöntőbe, főleg egy ilyen mérkőzés, amikor ennyire figyelnek az emberre, de igen, azért látszott az, hogy Napoli résztől kicsit talán most elég egyelő volt mondani a támadás, ugye a labdakihozatal szintén ugye Kim hiányába fokadozott, aztán... Kim Min-jae ugye még ugye két sárga mellett kellett, hogy kihagyja a visszavágót, míg hát ugye Zambu Anguissa volt az, aki ugye piros labot kapott a San Siro-ban. Igen, és a Napoli kapcsán ugye ami miatt ezért most dühönghetnek a Vezúv melletti városban, hogy egyrészt ki tudja, hogy mikor lesz erre esély, mert ez a Napoli most még ugye pont olyan csapat volt, ami még egyben van. De azért láttunk olyat, hogy egy meglehetés csapat, lásd Ajax, azt gyorsan szétkapják a nagyobb csapatok. És azért ilyen sorsolás nem biztos, hogy fog még aludni egyszer a Napoli előtt, főleg ebben a formájukban. Egy ilyen szezonban, amikor az olasz bajnokságot ilyen simán megnyerik, azért végül ennyi szó is vicces, hogy végül pont egy olasz csapat ellen kapnak ki, még hogyha a Milán egyébként ebből az évben most már mondhatni négy meccsen is nagyon jól helyt állt ellenük. A bajnokságban is ugye volt... Mertenek maradtak, hiszem hozzá, hogy két és fél alatt háromszor játszottak a Napolival, és hát tényleg úgy maradtak veretlenek, hogy csupán egy gólt kaptak, azt is a harmadik meccs mondhatni utolsó pillanataiban, és hát egészen elképeszt az, hogy ők valahogy le tudták úgy követni a Nápolyt, ami gyakorlatilag szinte egy csapatnak sem sikerült ebben a szezonban. És hát főleg mondjuk Rafael Leao volt az, aki tényleg igazán élte ezeket a mérkőzéseket. Az a szóló egyébként, amit lenyomott a portugál játékos, az tényleg valami elképesztő volt ugye Giroud gólja előtt. Hát tulajdonképpen ugyanazt csinált, amit Valverde, csak kicsit hosszabban, hogy végigszaladt az egész pályán, közben szokás szerint mosolygott, ugye van aki az érdekes szokása, hogy játék közben így mindig úgy tűnik, mintha széles figyorral az arcán játszana. A Zsirudnak meg nem volt nehéz dolga, hogy letaláljon, hát egy cipőkötéssel jutalmazta meg a portugál fiatal játékost. És hát igen, ugye a Milan ezzel ugye ismételten elődöntőbe jutott, ugye 2007 után, akkor egyébként még ugye pont Carlo Ancelotti vezette ugye az észak-olaszországi város csapatát, ami ugye az érdekes még egyrészt, hogy akkor legutóbb éjjelt is, akkor nyerte meg legutoljára. Tehát ugye Ancelottinak volt így egy van, ilyen... ugye akkor ugye hetedszer, és hát az egészen hihetetlen, hogy ugye eleve 5 év után járt legutóbb olasz, 5 éve nem járt olasz csapat a BL-nek az elődöntőjében, akkor 2018-ban a Róma, és hát most rögtön ott van kettő, és mi több döntősük is lesz. Igen, és ugye hát akkor a Juventus volt még az, ami így viszonylag gyakran jutott, nem ugye az elődöntőig, de még a döntőig is. Ez ugye a többi olasz csapat akkor még nem igazán tudott remekni, hogy a Rómának volt ez a meglepetés szezonja, amikor hát kicsit így a semmiből ugye el tudtak jutni az elődöntőig, ugye kellett ez a Barcelonának ugye a öngesége is. Már ugye olasz csapatokat is szóba hoztuk, akkor azért megdöbbentő úgy, hogy
most, hogy Juventus nem dominál, hogy mindenhol milyen sokáig verseny vannak az olasz csapat. Ugye kettő csapat van ugye a BL elődöntőben, kettő az Európa Liga elődöntőben, és további egy még a Konferencia Liga elődöntőben is. Szóval itt azért lehet még, nem mondom azt, hogy meg is fog történni, de itt, hogy teljes olasz söprés lenne, és mondjuk mind a három kupát olasz csapat emelheti föl az év végén, ami azért ennyi szólva is meglepetés lenne. Biztos kevesen fogadtak volna a szezon elején amúgy. Valami megy teszem hozzá, és ugye... igen, hát ugye tényleg az, hogy... Ami tényleg elképesztő, hogy teszem hozzá a Milán, igen, ugye hetedszer lesz ott BL elődöntőben, és hát ezzel ugye a Juventus térik utul az olasz ranglistán. És... hát teszem hozzá, annyi mondjuk még érdekesség még, hogy ugye Mike Mignon ellen 52 büntetőt végeztek a párfutása során, és hát 33-at kivédett amúgy. És ebben a szezonban pedig 5-ből csupán, ebben a szezonban 5-öt lőtett neki, és 3-at fogott ki. Nem lehet, nem jött van rosszul, mondjuk a világbajnokság döntőjében francia válogatottnak maradjunk annyiba. Ugye? Hát csak egy sérülés miatt lemaradt a tornáról. Igen. Viszont... és viszont ilyen Milánnál, még ami mondjam, egy, hát, ami érdekes, hogy Zsirú kiadott büntetőivel kapcsolatban, hogy ugye 18 év után van újra példa, hogy Milán játékos ellen büntetőt védjenek a BL-ben, akkor még Jelzsi Dudeknek sikerült a döntő büntető párbajában Andriy Shevchenko, és hát most Alex Meretnek Olivier Zsirújét. Viszont, hogyha már Zsirú szóval... büntető, akkor Zsirút sem mostában hibázott utára 11-es profi pályafutásos során, talán legutóbb 12-ben, még az el játékosként. Egy angol liga kupa mérkőzés, ami jól eleve még úgyis kiütéses győzelmet aratott az Arsenal csapata. És ehhez képest... hát egy 11 év kellett ahhoz, hogy a francia világbajnok játékos büntetőt hibázzon. Most jött el az ideje, de most még belefért. Hát... így igaz, és hát... ami a... a Nápolynak valljuk be nem egy, ami Nápoly sorozatát illeti tovább folytatódott, hogy ugye mostanit megelőzően ugye 10 alkalommal bukták el az első mérkőzést európai kupaporondon, és hát mind a 10-szer, hát a zsidóról elmúlt 10 alkalommal kiestek, pontosabban 88-89-ben még a Juventus ellen fordítottak meg első meccses vereség után egy UEFA kupa negyed döntőt, és hát így most már zsidóban 11. alkalom az, amikor elbukják az első meccset, és nem tudnak fordítani. Hát... elment ugye az esély ezzel most már mondani teljesen egyértelműen. Igen, ugye pedig ugye azért lehetett azt vizionálni, hogy ebben sem lehet egy BL-döntős társaság, így már sosem derül ki. Viszont van még másik olasz csapat így is az elődöntőben, és nem is hogy a déli részvő, de hanem ugyanúgy az északi részvő, és szintén Milánóból. Így igaz, mégpedig az Inter miután végül ugye 2-0-ás siker után, mert idegenbeli siker után egy hazai 3-3-at játszottak a Benficával, egy mondhatni. Nagyon fordulatos mérkőzésen, bár tegyük hozzá, hogy nem fordult veszélyben a Nerazzurri továbbjutása, hiszen ugye vezetés szerzettél Bárján, aztán Aursnes egyenlített, de hát ugye Lautaro meg Corragoéval már 3-1 volt, aztán ugye a hajrában már mellett, akkor már a koncentráció is visszaesett Simone Inzaghi együttesén előbb Antonio Silva, majd ugye végül Petr Musza találtak be, így lett ugye 3-3 a végeredmény. De hát legalább egy jó mérkőzéssel búcsúzott a Benfica, és hát az Inter, amely ugye a 2010-es triplázása óta először jutott be a BL elődöntőjébe, 13 év után, hát két nagy visszatérő fog majd összecsapni, és ami elképesztő, hogy amikor ugye a két Milánó együttes ott járt legutóbb az elődöntőben, mindkettő megnyerte a sorozatot. Hát ez max az egyiknek adathatik majd meg. Viszont az biztosan már döntős lesz, azt már most tudhatjuk, hogy az Inter kapcsán szintén Milán, az AC Milánhoz hasonlóan nagyon jó védelemet adtak össze, hiszen az első három kérdéses meccsükön ott is leúzták a rolót, aztán ott a végén meg is beakadt 3 gól, de még jobban belefért, ugye az AC Milan ellentétben. Ott végül egyet tudtak engedni összesen a Nápolynak. És hát nem tudom, melyik a szürreálisabb így a szezon alakulását tekintve, hiszen azért sem az Inter, sem a Milán nem fut egy olyan szezont, ami
ami az előző kettő szériá szezonra emlékezhetne minket, hiszen ott azért ez a két csapat harcolt a bajnoki címért, és végül 21-ben az Inter, 22-ben a Milán győzött, idén pedig a BL indulás is óriási harcot kell, hogy vívjanak, sőt, ugye tegnap óta tudjuk már, hogy ebben a harcban lett egy új riválisuk is, de arról majd szerintem később. Igaz. És hát ugye mind a kettő csapat így mondhatni, nem csak azért küzd, hogy a döntőbe bejuthasson innentől kezdve, hanem azért is, mert ugye egyáltalán nem biztos az, hogy mondjuk a bajnokságban ki fogják vívni a BL indulás jogát. De ugye az Inter ott a bajnoki formákon lesz mit javítani, amúgy teszem hozzá. Inter most nagyon nincs jó formában a bajnokságban egyébként, amúgy vissza is csúszta a 6. helyre, hiszen ugye ami a bajnokságot illeti, ugye nyeretlenek 5 mérkőzés óta egyébként. Kikaptak a Monza ellen 6. pályán legutóbb is, tehát ő csak egy... Monzának így megy mondjuk így a egy észak-olaszországi csapatok, a Juventus is oda-vissza megverték már. Ez most tártalan, viszont hogy az Internek hát lehet talán ezt is mondani, hogy ott sem voltak olyan erős ellenfelek, ugye kettő portugál csapat pedig azért. A Porto az tényleg azért viszonylag gyönge teljesítményt hozott, az azért szerintem kijelentetjük a Benficára, de ez nem mondható el. A Benficának azért megvoltak a helyzetét, de Inter védelni ott is nagyon jól állta a sarat. Ugye kettő függetlenül azért meglepne, hogyha mondjuk bármennyire is így történelmi példák alapján az Inter jobban szokott muzsikálni az AC Milannál, főleg az elmúlt időszakokban. Hogyha most pont itt fordulna a kocka, és az Inter bejutna ismételten a BL döntőbe, világ egyik csodán lenne, abban egészen biztos vagyok. Hát ki tudja azért, ami minden történt már ebben a szezonban is, miért is ne történhet meg ez is. Ugye ezzel jó szám, azt hiszem 2005-2006 óta lesz ismételten milánói házi összecsapás BL kieséses szakaszba, szóval a... 2004-5. Igaz, bocsánat, az a Milán... Akkor negyed döntő volt. Igen, az ugye az volt, az a Milán számára eléggé szomorúan véget érő BL szezon, ugye 3 gólos erőt kaptak ki az Isztambul... A szintén isztambuli döntőben, na tessék, még egy összeesküvés. Ahol ugye június 10-én majd hát két csapat összefog, összemérjerét a trófáért, és hát érdekesek, hogy igen, már nézzünk vissza ezekre a pálalcok, ugye 2005-ben ugye negyed döntő, hát igen, hogy akkor még voltak idegenben 5 gólok, és egészen szürreális az, hogy ugye két olyan csapat, amely ugyanazt a stadiont használja, ugye első meccsen a Milán volt pályaválasztó, és nyert 2-0-ra, aztán a második mérkőzése már 1-0-ra vezett a Milán, amikor 73 perc után félbe szakították a játékot. De hát odaadták ezt 3-0-val a Milánnak, bár én szerintem, hogyha az a meccs végigmegy, akkor sem hiszem, hogy az Inter ott csodát tett volna. Utólag is, hát 2003-ban, amikor tényleg igazi olasz dominancia volt a BL-ben, akkor az elődöntőben játszott egymással a két milánói rivális, és hát akkor igen, akkor összejött az egészen szürreális dolog, hogy a Milán pályaválasztásával 0-0 lett a mérkőzés, az Interével pedig 1-1. És így idegenben lőtt gólokkal ment tovább a Milán, úgyhogy mindkétszer a Sáv stadionjában játszott. És ugye jól tudom, hogy ilyenkor ugye úgy van a felosztás elve a szurkolói rész, hogy a feles nagyon az AC Milán rajongóké, és a másik fele pedig az intereseké. Most nem tudom, hogy ezt... Szerintem 70-30 azt hiszem a pályaválasztónak, én úgy tudom ilyen esetben. Nem tudom, hogy BL-ben ez mennyire így igaz, bár általában... Már igen, most BL lesz. Bajnokságban azt hiszem, a kupában így szokott lenni. Igen, tehát mert ugye úgy tudom, úgy emlékeztem rá, hogy amikor volt ugye 16-ban is a... jelen döntő, ugye szintén ugyanebben a stadionban, akkor ugye elhangzott az, hogy hogyan van felosztva ennek a stadionnak így a kihasználása, és akkor hova mentek a Real, és hova az Atletico drukkerek. Hát ettől függetlenül nyilván így egész egy jó kis meccsnek nézhetünk így elében. Viszont azt mondom, ez egy egész egy jó búcsú, hiszen ugye már ott is közeleg így a rekonstrukciónak az időpontja. Felosztva a legnagyobb stadionjáról beszélünk itt is. És hát... Mi más lenne egyébként mondani, hogy egy ilyen tökéletes búcsú, hogyha az egyik csapat az meg tudná nyerni ismételten a bajnokok ligáját 13 vagy éppen 16 év után. És mondjuk még Milán kapcsán, mire egy valamitről beszéltünk, most nem tudom, hogy Redben mennyire került be, vagy mennyire számítanak rá és kaphatna érmet, de mondjuk Zlatan Ibrahimovic, aki ugye egész életében kergette a BS-edeget, és lehet, hogy most lesz a legnagyobb esélye, ez előfordulhat. Hát lehet rá, és abszolút megvan rá az esélyem. Ugye ezzel tényleg eljátszottam tegnap, vagy hát még nem is tegnap, hanem a szerdai Bayern City alatt a gondolat, hogy mennyi olyan játékos van, akik egyszerűen bármennyire is mennyi mindent megnyertek, vagy mennyi fontos gól szereztek, ha már éppen Ibra is, hogy valahogy a BL nem akar nekik összejönni, de most így beugrott, hogy
Hoppá, Ibra amúgy a Milán játékosa is versenyben vannak. Versenyben van a trófáért a svéd, tehát hogy hát 42 évesen lehetne meg neki ez a hiányzó gyöngyszem, és megérdemelni, szerintem megérdemelni azért, mert tényleg egy olyan neves játékos, aki nem nyert BL-t, de hát hosszú lesz még addig az úti három igazán kemény mérkőzés, és hát ugye Milán meg az Inter ezzel, hogy összecsapnak egymással az elődöntőben, már 5 mérkőzésük lesz egymás ellen ebben a szezonban, és erre még korábban nem volt példa. Tegyük hozzá. Mint a veszi meg az Erdő kézibe, kimaxolják az összecsapások számát. Itt pont teszik ezt. Hát gyakorlatilag igen, szóval egy BL-nek, tehát még így zárjuk le ezt a blokkot, hogy ugye május 9-én kedden rendezi meg a Real Madrid Manchester City páros első felvonását a Bernabeu-ban, aztán 10-én szerdán a Milán Inter, a Milán pályaválasztása, aztán 16-án a Milánói derbi visszavágó, és 17-én pedig Manchesterben látja vendégül a City a Real Madridot. És akkor térjünk át a második számú európai kupára, amelynek döntője Budapesten lesz majd, és hát a jegyértékesítés megkezdődött 21-én az UEFA-nak a hivatalos oldalán, részlek az MLS oldalán, meg szinte minden magyar hírportálon, meg teszem az UEFA-nál egy hivatalos közlemény angolul is. Fontos megemlíteni egyébként, hogy nem csak az EL döntő, hanem a konferencia liga, meg a bajnok ligai döntőre is megkezdte az UEFA jegyértékesítést. Az UEFA itt 47 ezer belépőt érdekes a Puskásbebből, 30 ezer lesz a résztvevőké, szóval 17 ezerért lehet majd versengeni. A regisztráció jegyekért április 28-án 14 óráig tart majd az uefa.com/tickets oldalon. És hát reméljük, hogy rengeteg magyar néző lesz majd ott a helyszínen. Sorsolással döntik majd el, ahogyan például egy Európa bajnokságon is, hogy ki az, akinek jut majd belépő a Puskás arénába. A jegyárak 40, 65, 100 és 150 euró. Szóval lehet már akár foglalni, hát pontosabban nem is foglalni, hanem igényelni jegyeket ugye az Európa bajnokságra. Ugye most hát Európa Liga döntőre, Európa bajnokságra majd később csak, de Európa Liga döntőre ugye igen. Szóval nézzük azt, hogy kiket láthatok Budapesten. Ez biztos, hogy a Manchester United-et nem, hiszen 3-0-es vereséget szenvedett Erik ten Hag együttese a Sevilla elleni visszavágón a Ramon Sánchez Pizjuán stadionban. Hát egy olyan mérkőzésre, amely hát nem tudtak messze olyan játékot nyújtani, mint az odavágón, de hát részben saját magukat verték meg. Vagy inkább teljesen, tehát nem mehetünk is tovább ilyen szempontból, hiszen már az első meccsen eldöntötte volna a Manchesteri alakulat a továbbjutás kérdését. És ehhez képest ott 2 öngóllal sikerült visszahozni a mérkőzésbe a Sevillát, és onnantól ez egy teljesen új párharc lett. És hát nem tudom, hogy vajon a United akkor hogyan áll neki ennek a mérkőzésnek, hogy nagyon motivációval, nagyon koncentrációval-e, hogyha egy előnyük egyébként. Lehet, hogy amit elhoztak ide Andalúziába, még akkor is kikaptak volna, akkor is kiestek volna el, akármilyen előnyről is indulhatnak a párharcba. Hát itt a másik mérkőzésen is olyan egyéni hibák jöttek itt most. Nem hiszem, hogy kell ízés sokat. Negettem azt, hogy itt mondjuk Harry Maguire-t csinált ismételten szegény, aki hát kedvenc játszótársa a David De Gea-val, ami már eleve egy legendás páros volt az előző szezonban is. Megint összehoztak egy olyan gólt, hát mondjuk ezután ingatlan mengen Maguire hibája volt, de ott itt Harbe csapdázták, és ebből ugye az első gól En-Nesyri hozta össze, ugye a marokkói a korábbi hősem. Aki teszem hozzá, 50. gólját szerezte Európai Kupa porondon. Tehát, hogy volt még egy másik hiba is De Gea részéről, amikor is De Gea messze a kapujától, hát megpróbált takarítani, hát soha ne használják a felmosófát, maradjuk annyiba. Tehát, hogy ebből a harmadik gól, amitől éppen minden kérdést lezárt. Kettő között ugye még volt egy második is, ugye amikor Badé, még ugye vicces után kényszerből jól emlékszem, és ehhez képest végül is egy fontos Szép fejes volt, amúgy azt hiszem az Abadé gólja. Egyébként nem csere volt, bocsánat, hanem kezdő, de... Kezdett amúgy Badé. Igen, igen. Hát igen, és ezzel ugye... Ez volt a negyedik spanyol csapat Manchesteri rész, amivel szembe kerültek, ugye a Sociedad szintén így mondta, hogy előttük végzett, hogy a Barcelonát le tudták győzni, a Betiszt úgy szintén, végül a Sevilla. A másik Sevilla itt már igen. Nem. Vicces, hogy az Európa Liga specialista, ami egyébként valami rettenetes szezont fut a La Ligában, tehát akár a kiesés ellen harcoltak mondani, és még most sincsenek teljesen biztonságban onnan, bár ezzel talán most előre mehetnek.
De olyan, mint a Real Madrid kicsit, hogy csak ők ezt a bélvet csinálják, mert hogy akármit csinálsz otthon, az Európa Ligában mindig megy. Hát a Sevillának tényleg, hiszen ugye még az UEFA kupát is ide veszik, akkor ez volt a 7. negyed döntők, és mindig tovább jutottak. És az United-től teszem hozzá, ugye zsinóban a 6. évben jelentett végállomás spanyol csapat Európai Kupában, és hát ebből harmadszor a Sevilla, 18-ban a BL, 20-ban aztán Európa Liga, és idén is az Európa Liga. Hát nem megy a Sevilla ellen a Unitednak, maradjunk annyiban. Ha tovább megyünk, akkor még ugye legutóbb, amikor ugye nem volt spanyol csapat, akkor meg is nyerték a sorozatot. Így van, ugye Sevillaról szintén van egy statisztika még, hogy amikor ugye bejutottak az Európa Liga, és az Európa Liga eldöntött, aztán most, hogy 5-5-ször fog játszani, de elvisélye tényleg a 2009 óta Európa Ligának hívják a sorozatot, akárszor elmentek az elődöntőig, mindig meg is nyerték. Mármint ugye a trófeát is felemelhetik, tehát magát az Európa Ligát megnyerték pontosabban. Lesz egyszerűen elfelük. Megy ez. Most a Juventus lesz a következő ellenfél, de hát itt a Sevilla kapcsán... Igen, tehát itt a visszahangoló alapján nehéz ugye azt mondani, hogy a United jobban megérdelte volna a továbbjutást, hiszen... Most, ha nincs az egyéni hiba rögtön az elején, ami aztán eléggé meghatározta a mérkőzés alkulását, talán akkor is tudott volna győzni a Sevilla, ugye volt még egy lesgójuk is, ami a Rakunya egy enyhén picikét lesben állt. És hát ami Manchester kapcsán azért itt meg kell említeni, hogy ott azért volt nem kevés hiányzó. Ugye egyrészt, hogy az idei évre stabil védőpáros alakuló Rafael Varane, Lisandro Martínez duó sérülés miatt hiányzott. Martínez talán hozzavidőre is kidőtt, ugye talán a Ahilles-szín sérülést emlegettek talán az ő kapcsán. És aki még igen, meg hát ugye, ami talán legnagyobb hiányzó, aki a legnagyobb hiányzó volt, az Bruno Fernandes és sárgalapok miatt. Én viszont egy hülyeség volt a javából, mert Bruno Fernandes egyébként nem teljesen szabálytalanságok alapján szedte össze ezeket a sárgalapot, hanem gyakran általában a szövegelésből. Például ugye a... Nem bír magával csapatkapitány létére. Hát a csapatkapitányi létéről tudnék én más is mondani, hogyha egy Liverpool elleni produkcióját, vagy gesztikulálását, hát amikor nagyon szeretett volna jönni a pályáról, csak éppen ezt Ten Hag nem honoráltam. Hát ugye még ugye az első meccsen történt ugye Martínez sérülése, ugye nem biztos, hogy nem Sevillások hibájából, és ott volt egy sportszerjelent, amiről még a múlt héten nem emlékeztünk meg, de ott Martínez kettővel meg csapattársa, Acuña és Monti elvitték le pályáról a egyébként roppant kemény argentin bekket. Nem volt egy egyszerű feladat, viszont tényleg annál sportszerűen, és hát ugye Monti el sem játszott most ugye sárgalapok miatt. És ugye még ami ugye a Manchester részről szintén nem volt ideális, azért aki még játszott, az volt egészséges, ugye itt például volt ugye a Bicser, aki szintén nem volt olyan egészséges, de még azért egészen jól bírta. Luxon látszott, hogy korán tért vissza a pályára, aztán lehet, hogy megint megsérült, ez majd később ki fog derülni. Marcus Rashfordnak is volt ugye egy kis kihagyása. Ő azért szintén próbálkozott becsülettel, benne volt azért még veszély, de ő sem volt olyan éles, mint mondjuk a Európa Liga korábbi szakaszaiban, és ezáltal végül azt mehet mérsze, hogy ez a sok kicsi összejött egy katasztrófával a United számára így. Hát maradt az FA Kupa, amit mi megnyerhetnek, és azzal amúgy mindig szerzenek 2 trófeát, és a BL indulás szerintem még így is ki fogják vívni, de ebből most megint fel kell állni Manchester vörös részén. És főleg ugye tényleg a sok hiányzó az egészen biztosan nem jött most jól. Hát olyan a Fradinak sem például, hogy eddig a tavasszal most hát is tényleg rengeteg sérült volt, és ez rá is nyomta a bélyegét. Hát az Európa Ligára biztosan, a bajnokságra talán még nem. És hát az ág másik mérkőzésén, ugye a Juventus úgy léphetett pályára a Sportingen, hogy hát ugye az olasz bajnokságban visszaugrottak a tabella harmadik helyre, hiszen első fokon visszakapták a 15 pontot. Ugye ott még lesz, azt hiszem, ha jól értem, 30 nap még fellebbeszed az ügyész. Meglátjuk, megteszi-e. Szóval, hát a remek hír tudatában léphetett pályára Juventus a Sportingen, ugye 1-0-es ellenőr, és hát meg is duplázták azt a 9. percben Adrien Rabiot gólja, aztán a 20. percben Edwards egyenlített büntetőből, és hát nem akármely nyomás kellett túlélni a Juventusnak a második fél időben, de hát a Sporting nagyon toba volt, tehát főleg ugye én, amit megjegyeztem, hogy Sebastian Coates, hát legalább volt legalább 2 nagy helyzete, mondjuk lehet a másodiknál lesről indult, de hogy hát az elsőt, az tök tisztán 5 méterről kvázi kirúgta a stadionból, és hát így lehet az ő lábában maradt a hosszabbítás. Mondhatni úgyis, és ez a Juventus úgy járt, mint az Inter, vagy hát azt tett, mint az Inter, hogy a portugál csapaton át vezetett az útja a legjobb 4 közé.
És hát igen, ugye a Juventus az, mint a erre volna kicsit felejtve így az esélyesek között, ezt már mondtam korábban is szerintem, hogy Barcelonáról volt ugye itt szó, Arsenalról, Manchester Unitedről, aztán ez kezdődik a Juventus, ami hát szintén nem volt valami éles produkciót a Bayern csoportkörében. Azért így odalopakodtam munkat ők is most már egy egészen a tűz közelébe. Közel vannak hozzá, hogy hosszú idő után nyerjenek ők is egy európai trófeát. Nem tudom, hogy az Európa Liga az nyilván mennyire kárpotolja őket, de mondjuk azért egy ilyen... Nem mondanám azt, hogy ima szezon után, amiben azért tényleg volt így eléggé sok lelki hullámzás, ugye vereség a bajnokságban, plusz a pontlevonás, ami egyébként mondom, még mindig megtörténhet, lehet, hogy más formában. Az Európa Liga ez lehet, hogy egy ilyen kárpótlás ennek, hiszen azért olasz fociban az jellemző ez, hogy megesik az, hogy mondjuk történik valami balhé 2006-ban a bundabotrán, aztán megnyerték a VB-t az olaszok a nyáron. Most lehet, hogy Juventus és ugyanez meg fog történni. Hát nem lesz egyszerű dolgok a Sevilla ellen, hiszen ugye a Sevilla eddig ugye 26 hazai Európa Liga mérkőzéséből 23-at megnyert, azon kívül 2 döntetlen és 1 vereség, és hát... Hát tényleg egészen elképesztő mérleg ez, hogy ami a Sevillát illeti főleg hazai pályán. Hát azért persze nyilván a Juventus sem kell félteni, ugye 22. alkalommal jutottak be egyébként Európai Kupa sorozat elődöntőjében, ez eszem hozzá olasz csapatok közül rekord, és hát mondjuk csak 3 előzi meg őket, ami az örök ranglistán is, de hát ők azért egy kicsivel többel teszik meg ezt eszem hozzá. Hát igen, ugye olasz csapatokról majd a végén mondok inkább egy összegzést, hogy hogyan állunk. Szóval hát a Juventus Sevilla egy remek párharc lehet, és hát a Sevilla ugye tavaly szalasztott egy nagy esélyt az Európa Ligára, hiszen akkor ott voltak, versenyben voltak, de már a 8. döntőben kiestek ugye a West Ham-től. Perc az messze van a döntőtől, ami ugye a saját stadionjukban lett volna, hát most idén megcsinálhatják akár Budapesten, de igaz ez még összesen ugye rajtuk kívül 3 másik csapatra, hiszen a másik ágon ugye hát a Leverkusen ugye simán vertétek emelni erre a Royal Union-t, összesítve egy 5-2 lett a végeredmény a gyógyszergyáriaknak, hiába a hazai 1-1. Xabi Alonsoval egészen hihetetlenül megtáltosodtak az egyszer biztos, hiszen ugye a Leverkusen 21 év után jutott be ismét Európai Kupa elődöntőbe, akkor még 2002-ben jártak a BL-nek végül a döntőjében. Hát valami nagyon történt, mióta Xabi Alonso a gyógyszergyáriak vezetőedzője. Most kicsit izé gonosz ezek, de ugye az ellenfelekkel is azért talán szerencséjük volt, ugye volt itt ugye a Monakóval, szerintem 11-es párban volt egy meggyengült Ferencváros. Ők azért az Unió, a Royal Union sem futott az egy öngeszezont, hiszen az egy Union Berlin-t el tudtak tüntetni az útból, ami, az, és hát, ami azért szintén nem mutatott rosszul ugye az önéletrajzba, lehet így fogalmazni. De igen, de a Leverkusen azért tényleg így összeszedte magát, hogy Xabi Alonso volt, ugye most a bajnokságban még nincsenek egyelőre ott, hogy jó pozícióban legyenek így kupaindulás szempontjából, bár azért már ott is azért egészen közel állnak. De igen, azért ők is ugye azért tepernek, mint mondjuk a Sevilla, hogy ez menteti meg a szezont, és ugye ők is amilyen régóta várnak már egy trófeára, ott ez szintén. És Európában. Igen, és hát ugye ezzel ők is ugye az a céljuk, hogy visszatérjenek még egyszer Budapestre, hogyha már egyszer a Ferencvárosnak köszönhetően itt jártak. Még a Sevilla kapcsán el akartam mondani, hogy a Sevilla még az, ami viszonylag gyakori vendég lenne a Budapesten, hogyha még a Juventus is kiejteni, hiszen ugye ők az Újpestet kapták nem olyan régen még egy Európa Liga selejtezőben is. 2018-ban amúgy. Szóval a Ferencvárosban járhattak akkor. Két évvel később Európai Szuperkupa döntő Bayern München, és most meg az Európa Liga döntőt hívhatnák ismét az új Puskás Ferenc stadionban. Lehet egy ilyen döntő egyébként, hogy Sevilla Leverkusen. Miért is ne, akkor a kettő így Budapest látogató csapata, akkor ismételten visszatérhetne a magyar fővárosba. Viszont ugye a Leverkusenhez még akkor lesz egy-két szó azért AS Rómának is, egy újabb olasz csapatnak mennyire meglepetés. Akik ugye 1-0-ás hátrányból indultak a Feyenoord ellen, és hát vezetés szerzett Spinazzola a mérkőzésen, aztán a 8. percben Igor Pákszáv egy jelenített, és hát akkor úgy tűnhetett, hogy ez elmehet, aztán a 89. percben Paulo Dybala mentette meg a farkasokat, és hát hosszabbításban már tényleg teljesen összeesett a Feyenoord, ugye 101. percben betalált Stefan Schelebe, és végül a 109. percben Lorenzo Pellegrini döntötte ez kvázi véglegesen ezt a párharcot, így hát Feyenoord nem tudott visszavágni a Rómának a konferencia liga döntőjét, és hát Róma-Leverkusen mérkőzés rendeznek a másik ágon.
Hát a Római 2008 mert utoljára elődöntőben, igaz, akkor a bajnokok liga, vagy bocsánat, ugye két Róma ugye járt ugye tavaly már ugye, most tényleg Róma, pontosabban Róma 5 éve, ugye, mert ugye belül 5 év alatt járt ugye mind a három európai kupa sorozatnak az elődöntőjében, egész hihetetlenül, BL-ből indultak, 2022-ben konferenciára egy győzelem, most egyelőre Európa Liga elődöntőre egy évre. Vajon Mourinho együttese eljuthat-e még egyszer akár a döntőig? Hát Leverkusen azért nagy falat lesz, ez egyértelmű. Ugye kettő egészen más stílusú csapatról beszélhetünk. Igazából itt tényleg előfordulhat bármi, szóval mind a kettő csapatnak szerintem egyforma esélye van. Ugye a Róma az most nagyon főszitangált, ugye a szériában, a Leverkusen szintén a felszállóág elég mutatja, tehát mind a kettő csapat szerintem bőven benne van az, hogy a fináléba eljuthassanak. Amit én akartam mondani, egy kicsit így érdekes, hogy belegondoltam, hogy mind a négy csapatban van egy közös dolog. Nem tudod, hogy esetleg mi. Nehéz kérdés ez igaz, így. Igaz, hogy játékosok kapcsán mindegyikben van egy friss világban argentin játékos, legalább egy. Rómában Dybala, Leverkusenben Palacio, akkor a Juventusban Di Maria és Paredes, valamint Sevillában Acuña, Montiel, illetve Papu Gomez. Ez ami az érdekes, hogy ez úgy összesen hírni közben, a BL-ben meg van összesen három elődöntősök között, ugye. Lautaro Martínez Correa, illetve még ki, ja, meg Julián Álvarez, persze, őt akartam még mondani. És kicsit így érdekes, hogy mondjuk a negyed döntőben sem volt ugye a BL-ben, sokkal több ott összesen jött meg, hogy Enzo Fernández, illetve ki volt versenyben, vagy mindjárt megnézem, egy bocsánat. Ja, igen, nem a Nápoly, a Benficával volt Otamendi tényleg. Otamendi, igen. Otamendi, igen, ő versenyben volt, igen. Igen, közben Rómával kapcsolatban megint pontosítom magad, hiszen a Róma ugye 2008-ban negyedszer járt már ő Európai Kupa elődöntőben, tehát egyre nem emlékezhettem. Ugye, tehát elmúlt 6 szezonból negyedszer, teszem hozzá a Real Madrid is ugyanez a mutató gyakorlatilag, tehát így a Róma hogy a Real Madrid magasságaiban van e téren. Érdekesség. Csak hát a Róma az mindegyiket megjárta gyakorlatilag. Ez még egy furcsaság, és hát olasz csapatokkal egy összegző, ugye, hát először történik meg az, hogy ugye 5 olasz együttes legyen ott az Európai Kupa sorozatok elődöntében. Ugye, hát, mint említettük a BL-ben, ugye Milán meg az Inter egymással játszik, az Európa Ligában Juventus meg a Róma, és hát a Konferencia Ligában pedig a Fiorentina lesz még az egyébként, szóval... Mindjárt meglepetés amúgy, hogy ebből az 5 olasz csapatban nyilván még nincsen benne, pont az a Nápoly, ami hülyére nyeri magát a szériában. Hát alakulhat ez így, ugye. Akkor végezetül térünk még rá az Európa Konferencia Ligára, egyébként igen, a programot azt majd a végén fogom elmondani, hogy mi hogyan lesz, hiszen az Európa Liga meg Európa Konferencia Ligát mindkettő csütörtökön szokták játszani. Szóval ott ugye, hát talpa maradt egyetlen magyar játékosként Kerkez Milos, és hát büntetőt is harcolt ki ugye az Andertelen visszavágón, hogy az Alkmaar 0-2-ről indult, aztán Pavlidis ugye betált kétszer már a mérkőzés elején, és hát elmentek a csapatok a hosszabbítási, Kerkez egyébként végül a 101. percben cserélték le, és a büntetőpárbajt 4-re hozta az Alkmaar, szóval lesz magyar játékos az elődöntőben. A Fiorentináról szó volt, hogy hát véget ért a 9 meccses győzelmi sorozatok, hiszen a Poznány ellen ugye érdekidegenben 4-re, de 0-3-as vesztésre is álltak, egy hosszabbítás állt a meccs, de aztán a hajrában végül Szotti és Castrovilli góljaival ezt sikerült végül 6-4 összesítéssel diadalmaskodni. Veszem végül hiába hát 0-1-re a visszavágón ugye a Hent ellen, ugye 4-4-el válaszoltak a belgatádra, és teszem hozzá más fél időben ott ugye 7 perc alatt lőttek 3-at, tehát az tényleg eldöntötte ezt a párharcot, ugye Veszem játszik majd az Alkmaarral, és a Fiorentina ellenfele pedig majd a Basel lesz, amely hosszabb idős után 2-re ejtette ki a Nidzát, végül Adams döntött a 98. percben, hát és Basel egyébként 2012-13-as szezonban járt az elődöntőben az Európa Ligában, azután járnak újra, teszem hozzá. És a svájci csapat pedig ugye legutóbb 1977-ben jártam úgy elődöntőben az európai kupasorozatokban, akkor a Zürichnek sikerült, teszem hozzá. Hát a svájc akkor azt jelenti, hogy készülni fog majd egy 46 év után készült a svájci csapat európai kupa elődöntőbe. Vagy bocsánat, megint elrontom. Tehát igen, tehát ugye 12 év után újra, de hogy tehát tényleg, hogy ugye
amik ne a Basel volt, az 46 éve ezelőtt volt utoljára Zürich pontosabban. Igen, mindenképpen ez érdekes, és valamiben meg kell említenünk ugye az Almár kapcsolat, hogy Kerkez Milosi adatlagozott azért is hete cserélve, mert bár lehet, hogy bírta volna még, de ő megkapta ugye a sorozatban, hát, illetve a konferencia ligában a harmadik sárgalapját, és emiatt elődöntő első meccsén biztosan nem léphette pályára eltiltás miatt. Amíg West Ham kapcsán egy érdekes, ugye ott a második gól talán ugye a 11-esből született, ami hát nem tudom, én nálam kicsit így eléggé fölmondta a szemdögömet, hiszem, hogy itt volt egy kezezés, ami után volt egy West Ham-i lövés, kapufáról jött ki, és ehhez Gers megadták a büntetőt, hogy egyleg ezt lehet egy előszabály miatt nem kellene már befújni. Most ez nyilván, ez, lehet, hogy én vagyok az, aki nem tudja jól pontosan a szabályt, nem néztem utána, megmondom őszintén, de ezt mindenképp érdekesnek találtam. Hát innentől kezdve ugye meg is roppant már a belga csapat, és ez mondhatni, hogy Belgium szintén egy nap alatt így tulajdonképpen mind a két fronton elbukott ugye a Royal Union a Leverkusen ellen, még a Hent a West Ham ellen kényszerült búcsúzni. Hát igen, egyébként ugye ez mindenképp érdekes, még hogy a Fiorentinánról lehet még beszélni bizonyos szempontból, hogy az a folytatás, hogy a Poznán lenyomott ma kis ilyen, azért mindenképpen megsüvegelendő, de végül is olaszokat kiúszta magából, vagy kiúszta magát a csávából, és ezért még így. Tehát még mindig ők azért mondhatni az esélyesek a kupasorozatban, szerintem azt mondja, hát bár ilyen megingás nem biztos, hogy még egyszer bele fog férni, vagyis hát inkább biztos, hogy nem fog beleférni. Igen, szóval azért itt is kb. Ott tartunk, hogy talán igen, a Basel az szép volt, jó volt, de meg lenne, hogyha a döntőig is még tudnának masírozni, azért nagyon nagy meglepetés lenne. Az Ármár kapcsán meg reméljük, hogy akkor az egyetlen holland csapat, ami így még versenyben van, az még Kerkez Milossal felézeten eljut a döntőig. Meglátjuk. Itt azért szerintem lehet azt érezni, hogy talán ez egy West Ham Fiorentina összecsapásnak néz ki leginkább. És ugye a West Ham is egyébként a szezonja megmentésért harcol, hiszen azért, hogyha már Sevillának említettük ezt, hogy késés elkörülése a fő cél, hát ez a West Hamről még jobban igaz, főleg mostanában, ahol hát nyilván eléggé fejlődik. Igaz, ugye most ez elég furcsa, teszem hozzá, hogy azért hogy megfigyeljük, hogy nem egy csapatnál, hogy a bajnokságban nem igazán, mert aztán az Európai Kupában valahogyan mégis jól fel tudnak rá pörölni, és hát igen, bízunk abban, hogy azért látunk magyar játékos Európai Kupa döntőben, hát Kerkez Miloson és az Alkmaradon sorát a West Ham-en, ami tényleg nagyon nehéz páros lesz, hogy hát majd hát ha június 7-én Prágában kifut majd magyar játékos a pályára. Hát tényleg fontos, hogy a londoni olimpiai stadionban fognak majd kezdeni. Hát tényleg látjuk azt, hogy alig van elbukott párharc már az első mérkőzéseken, és hát azért bízunk abban, hogy bármennyire is a Bajnokok Ligája nagyon ő leuralja azért így a piacot, azért reméljük, hogy azért így, hogy most a magyar érdekeltség is lesz majd, azért sokan odafigyelnek majd a másik két sorozatra, és főleg úgy, hogy egyiknek a döntője Budapesten lesz. Reméljük mindenképp, hogy az Európa Liga már tavaly is volt ugye elődöntős játékos, sőt, ha jól számoltam, most talán a 4. szezonban van ez, hogy valami magyar érdekeltség mindenképpen így ő európai kupasorozatokban talán, hogy ugye 2020-ban ugye Gulácsóval és Orbánnal volt ugye elődöntős a Lipcse 21-ben, Lőzs Zsoltan nyert a Chelsea 22-ben, de ez, ugye már Szoboszlaival volt a Lipcse, hát Szoboszlaival Orbánnal és Gulácsóval volt a Lipcse elődöntős az Európa Ligában, most pedig ugye Kerkez Milos jutott a döntő küszöbéig az AZ Alkmaarral, szóval nem bánnám én se, hogyha ebből mondjuk rendszer lenne. Igen, az talán egyébként segített ilyen szempontból, hogy most már minden hátlatásból ugye meg lehet nézni legalább egy mérkőzést, ugye ezekből a sorozatokból is. Jó, inkább persze az Európa Ligából, a Konferencia Ligát, azt ugye még ugye az RTL 3-on szokták adni, amit nem mindenhol elérhető, de igen, mindenképpen, és azért ugye ez nyilván segít abban, hogy azért ne csak a így fősodor vagy fősodort láthassák, hogy az átlagos nézők, hanem mondjuk olyan csapatokat is, ami mondjuk nem biztos, hogy folyton ott vannak a fókuszban, de aztán egy idő után néha még ők is azért oda keveredhetnek. És hát akkor zárásképpen mondjuk el ennek is a programját. Az Európa Ligában ugye megrendezik a május 11-én a Juventus Sevilla, valamint a Roma Leverkusen elődöntőket. Ugye a Leverkusen teszem hozzá, hogy most ez, hogy bejutottak, ez ugye 41. olyan alkalom lesz, hogy
hogy itt így német csapat most így még NSK, meg mostani Németország összeadva UEFA kupában vagy Európa Ligában negyed döntőt, vagy most hát elődöntőt játszik egy csapat, mert egy német csapat. Országok tekintetében rekord egyébként, egészen hihetetlen. És hát ugye egy héttel később 18-án a visszavágókat, mi a Konferencia Ligában pedig ugye majd a említettük, hogy a West Ham játszik majd az AC Alkmaarral, és a Fiorentina pedig a Basel ellen, ugye 11-én valamennyi mérkőzés a 21 órakor kerül, és mint 28-án a visszavágók tekintetében sem lesz. 18-án a visszavágók tekintetében sem lesz változás. Igen, így pontos akkor a program. Hát egy biztos, hogy hétvégén sem adunk labdarúgás nélkül, hiszen jönnek majd visszatérnek a bajnokságok, és hát jönnek majd olyan rangadók, mint például adásunk után nem sokkal majd a Honvéd Újpest, igaz a bennmaradásért, de elég az NBA-ről már mi kedden beszéltünk, ugye, a Pázmány sportadásában. FA Kupa elődöntőket megrendezik a hétvégén, és amit még kiemelnék mérkőzést, hogy vasárnap 16 óra 15 perckor játszik majd egymás ellen a Barcelona és az Atletico Madrid, majd ugye 20 óra 45 perctől pedig majd a Juventus a Napolival, míg a Lyon pedig a Marseille-jel, 21 akkor lesz egy Sevilla Villarreal, és tehát lesz pár olyan mérkőzés, ami miatt azt mondom érdemes leülni a tévé elé így a hétvége folyamán. És hát akkor ez volt az a Pázmány Sport heti Kúló című adása, jelentkezünk majd legközelebb is, addig is nézzetek labdarúgást, és hát azért írjátok meg kommentbe, hogy regisztráltok-e majd esetleg akár az Európa Liga döntőre jegyekért, és arra is várjuk a megfejtéseket, hogy szerintetek majd ebben a három európai kupasorozatban kik fognak majd pályára lépni a döntőkben. Kommentbe, tehát. És hát igen, ugye fontos, hogy Európa Liga Puskásban. Május 31-én már tényleg nincs az már messze, most így ránézek a naptár, akkor 40 nap. Szóval szurkoljatok kedvenc csapataitoknak, és élvezzétek a hétvégét. Sziasztok! Sziasztok.